A költségvetés elvárásai teljesültek, az EU-t díjakból összesen 243 milliárd folyt be a költségvetésbe. Csak a teherautók által használt EU-t díj 185 milliárd forintot tett ki az előző évben. Az e-matricás rendszerben 57,6 milliárd forint bevétel került az állami kasszába. Ezek a bevételek a jogszabályokban rögzített módon dedikáltan a hazai közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére fordíthatók, olyannyira, hogy a közlekedési fejlesztési tervekben 2020-ig, tehát a következő néhány évben újabb, mint egy 500 kilométernyi gyorsforgalmi út megépítése szerepel. Magyarországon 2013. júliusától a korábbi időarányos útdíj helyett a megtett távolság után kell fizetni az útdíjat minden 3,5 tonna feletti tehergépjármű után. A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a használt út típustól, autópálya, autóút vagy főút, a gépjármű kategóriájától és a környezetvédelmi besorolásától. A tranzitforgalom miatt kiemelkedő az M1-es autópálya és az M5-ös autópálya forgalma. Nyíregyháza és környékén is azért vannak kiemelt forgalmú szakaszok. Nem árulok el nagy titkot, ha az M3 autópályát említem. De azon a környéken számottevő a forgalom az M30-as autóúton, és természetesen a határállomások felé is, tehát Tornyos-Németi Sátor, Aljaújhely, Záhony és Csengersima határállomásokról beszélünk. A magyarországi közúthálózaton áthaladó külföldi kamionok és tehergépkocsik is befizetői az EU-t díj alapnak. Az országon áthaladó kamionok 42%-a román, 12%-uk lengyel, 9%-uk pedig bolgár, és jelentős számú szlovák, valamint szerb tehergépjármű is áthalad az országon. Az e-matrica díja évek óta változatlan, a havi matricát a megyei kiszorította, az elmúlt évben 900 000-rel több matricát adtak el, mint 2014-ben.